adásunk témája a flavonoidok, és ebben szakértőnk lesz Dajcs Árpád, hatóanyag szakértő. Pontosan mit akar az a kifejezés, hogy hatóanyag szakértő? Hogyan lesz valaki hatóanyag szakértő? Hát én hatóanyag szakértőként ugye bármilyen meglepő is hatóanyagokkal foglalkozom. Az élelmiszeriparban rengetegféle összetevőt használnak, azonban nem az adalékanyagokkal foglalkozok a munkám túlnyomó részében, hanem főleg olyan egészségvédő anyagokkal, amelyek az egészség megőrzéséhez hozzájárulhatnak, illetve a betegségek megelőzésében rendkívül jó tulajdonságokkal bírnak. És egészen pontosan mi az, amit vizsgálsz? Most éppen mi az, ami aktuálisan terítéken van? Nálad, mert rengeteg gyümölcsöt kitettél ide elénk az asztalra, igen. Akkor gondolom, hogy valahogyan ők lesznek a igen. alapvető flavonoidok. Hogy úgy mondjam, az én kedvenc érdeklődési területem a flavonoidok. Erről szerintem kevesen hallottak, legalábbis azt tapasztalom, ahogy beszélgetek emberekkel, hogy a napi táplálkozás során nem igazán ismerik ezeket az anyagokat. Ezen kívül viszont ismerik a vitaminokat, ismerik az ásványi anyagokat, és ismernek olyan tápanyagszerű komponenseket, mint például a fehérje, a zsír, vagy éppen különféle szénhidrátok. Akkor most még azok a flavonoidok, tehát miket nevezhetünk így? Tulajdonképpen a flavonoidok az élelmiszerekben, ételeinkben jelenlévő nem tápanyagszerű komponensek. Úgy szoktam mondani, hogy vitál anyagok, tehát szükségesek ahhoz, hogy éppen egészségesen tartsuk a szervezetünket. Ezeket az anyagokat növények termelik, tehát növényi táplálkozás útján tudunk hozzájuk jutni. Az emberi szervezet, az állati szervezet ezt nem képes megtermelni. Na most ugye rögtön flavonoidok többes számban beszélhetünk ugye erről. Vitaminokból is jó pár darab van, és ásványanyagokból, nyomelemekből is nagyon sokat ismerünk. Hát flavonoidokból több mint 4000-et ismer a tudomány. Szép szám. És nagyon sok kutatás foglalkozott ezeknek az anyagoknak a jótékony hatásaival, egészen onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas professzorunk Szent Györgyi Albert ugye neki sikerült izolálni az első két flavonoidot, bár ő még akkor nem tudta, hogy flavonoidokat izolált. Ő vitamint gondolt, ugye? Így van. Ő ugye, mint ahogy említettem, Nobel-díjas professzorunkról beszélünk, ő a Nobel-díjat a biológiai égés folyamatok terén tett kutatásaiért kapta, és ahogy ezeket az égés folyamatokat, és akkor majd mindjárt beszélek arról, hogy mik is ezek az égés folyamatok, nem lángolásra kell gondolni, hanem azok az égés folyamatok, amik azokra gondolok, amelyek során a sejtjeink energiát termelnek. Tehát ezeket az égés folyamatokat kutatta, és azt vette észre, hogy lennie kell valamilyen olyan, és most csúnya szót fogok mondani, redukáló anyagnak. Mi az, hogy redukáló? Az égés folyamatok során, amely képes kordában tartani ezeket az égés folyamatokat. Ez a redukáló anyag volt pontosan a C-vitamin. És ugye a redukálás, mit jelent az, hogy redukálás? Igen. Egyfajta antioxidáns tulajdonsághoz hasonló folyamat, tehát amikor agresszív szabadgyökök támadják meg a szervezetünk DNS-ét, sejtjeit, akkor tulajdonképpen valamilyen antioxidáns hatásnak kell érvényesülni a szervezetben ahhoz, hogy ezekkel a rossz fiúkkal felvehesse a szervezetünk a küzdelmet. Egyébként nem tudnánk fennmaradni. Na most ilyen védekező mechanizmus alapból létezik a szervezetünkben, különféle enzimreakciók, fehérje segítségével, azonban külső segítségre is szükségünk van, és például ebben a C-vitamin nagyon jó. Ő egy antioxidáns vitamin. Aztán az E-vitamin egy antioxidáns vitamin. Ezeken kívül vannak speciális tulajdonságaik is, de antioxidáns szempontból a flavonoidok, azt kell, hogy mondjam, erősebbek, mint a vitaminok. Mint a C-vitamin is? Akár a C-vitamin is. Ott van például a zöld teában lévő katehinek, itt szintén egy csoport, egy többes számról beszélünk, így van.
A zöldtában lévő katehinek sokkal erősebb antioxidánsok például, mint a, és most nem a filteres zöldtáról beszélek, hanem az igazi prémium szálas zöldtáról, sokkal erősebb antioxidáns hatással rendelkeznek, mint az E-vitamin vagy a C-vitamin. Hogyha E és C-vitaminról beszélünk, akkor az egyik zsírban oldódik, a másik vízben oldódó vitamin, de például a katehinek csoportjába olyan polifenolok, hú, most megint valami csúnyát mondtam. Már megint mondtam, egy csúnya külföldi szó, tessék megmagyarázni nekünk. Olyan anyagok tartoznak, ez egy hatalmas nagy anyagcsoport, a polifenolok csoportja, amiben egy kisebb csoportot képeznek például a katehinek, és megint egy viszonylag nagy csoportot képeznek a polifenolokon belül a flavonoidok. Visszatérve a katehinekre, ezek képesek zsírban is és vízben is oldódni. Tehát ez egyáltalán nem mindegy a hasznosulás szempontjából, és abból a szempontból, hogy ezt az antioxidáns hatást mennyire tudják kifejteni. Kicsit eleveztünk az antioxidáns területre. Igen, térjünk akkor viszont a flavonoidokra. Annyi még talán fontos lehet a vízben oldódó vagy a zsírban oldódó dolgokra, hogyha ugye tud vízben valami oldódni, akkor abból nem lehet túladagolás, tehát nem lehet azzal mondjuk megmérgezni a szervrendszerünket, igen, hanem akkor ki tud ürülni ilyen simán is probléma nélkül, jól gondolom? Igen, igen. A zsírban oldódó vitaminoknál kell azért nagyjából odafigyelni, igen, arra, hogy milyen mennyiséget viszünk be napi szinten, bár azért el kell, hogy mondjam, hogy például a D-vitamin kapcsán egyre másra dőlnek meg azok a tézisek, hogy vajon mennyi D-vitamint, ugye szintén egy zsírban oldódó vitaminról van szó, rengeteg pozitív élettani hatással rendelkezik a D-vitamin, és ezzel kapcsolatban is a kutatók számos olyan eredményt hoztak az elmúlt években, évtizedekben, amelyek rácáfolnak arra a feltevésre, hogy D-vitaminból elég annyit, amennyit eddig gondoltunk, sokkal többet kell. Ez a C-vitaminnál is így van, nem? Tehát a C-vitamin is sokkal több, mint 500 mg per nap, vagy testvérkilom, nem is tudom, hogy mennyi egész pontosan, hiszen amikor a szakértője, de hát mennyi az, ami mondjuk C-vitaminból elegendő egy napra egy felnőtt, mondjuk 70 kilós, 80 kilós embernek? Igen. Erről az jut eszembe egyébként, hogy megint a Nobel-díjas professzorunk, ugye, illetve Pauling is azt mondta, hogy több grammot kellene szedni, tehát például Szent Györgyi Albert is több gramnyi C-vitamint fogyasztott idősebb korában. Hát ez vagy nem is tudom, mi ez a szám? Azt hiszem, hogy ilyen 5-8 gram körül fogyasztott. Igazából nekik az volt a véleményük, és még jó néhány kutatónak, hogy úgy kellene vásárolnunk a C-vitamint, mint a lisztet a boltokban. És hát ez pontosan az antioxidáns hatásának köszönhető, hogy így nyilatkoztak róla a különféle kutatók. A C-vitamin mellett, és akkor még csak egy gondolat erejéig a D-vitaminról hadd beszéljek, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetemnek van egy páratlan kutatása, eddig a világon páratlan, ez néhány évvel ezelőtt jelent meg, aminek az lett a konklúziója, hogy Magyarországon D-vitamin hiányosak az emberek. Tehát 10 emberből 9 D-vitamin hiányos, és ezt nagyon komolyan kellene vennünk, mert rengeteg betegséget meg lehetne előzni, és ott itt most a szívérendszeri betegségektől, a daganatos betegségeken át, az idegrendszeri betegségeken keresztül bármire, sok mindenre lehet gondolni. Mint ahogyan ugye régebben, vagy most egy laikus gondol, hogy az angol kór az ugye D-vitamin hiányból volt, de azért angolok ma Angliában. Pontosan. Magyarországon akkor nem tudom, hogy ez lehet-e vagy nem lehet, de alapvetően akkor sokkal több mindenre jó a D-vitamin, mint a csont problémákra. Így van, emellett sokkal több mindenre, és ma már azt javasolják, hogy 2-4 ezer nemzetközi egység, tehát az eddig ajánlottnak a tízszeresét kellene fogyasztanunk D-vitaminból, nagyjából októbertől áprilisig terjedő intervallumban. Ugye amikor nyáron süt a nap, akkor elég D-vitamin szintetizál a szervezetünk, tehát akkor ezzel, ennek a pótlásával nem kell annyira foglalkoznunk. De hogy visszatérjek a flavonoidokra, hiszen erről beszélgetünk, Szent Györgyi Albert nevéhez nem csak a C-vitamin fűződik, hanem az előbb említett flavonoidok is, így például a rutin és a naringenin nevű flavonoidok, majd fogok még néhány ilyen
csúnya nevet mondani. Megtanítasz bennünket ilyen dolgokra is. Rutinból megtanuljuk a rutin nevét. Rutinból megtanuljuk ezen a nevét, rendben. Így van. Ő azt vette észre, és azt találta meg, azt a tulajdonságát a flavonoidoknak, hogy a C-vitamin sokkal jobban hasznosul, ha például rutinnal, tehát flavonoiddal együtt fogyasztjuk. Mm-hmm. Ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan hasznosul egy adott anyag, és a rutinnak egy nagyon, hát az érrendszerünkre kedvező hatását fedezte föl, mégpedig, hogy a naringeninnel együtt, mégpedig, hogy a hajszálerek törékenységét képes csökkenteni, és az érfal áteresztő képességét. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy a víz és egyéb más folyékony anyagok nem képesek átjutni az érfalon, ezáltal például az alsó végtagi duzzanatot például, vagy görcsös fájdalmakat meg lehet előzni flavonoidok fogyasztásával. Hiszen az érfalunkat olyan mértékben védik és kondicionálják, rugalmasabbá teszik ezek az anyagok, hogy egész egyszerűen a szív- és érrendszeri betegségek egy jelentős része megelőzhető flavonoid fogyasztással. És most itt el is jutottunk egy nagyon fontos témához, a szív- és érrendszeri betegségekhez, amelyben betegség csoportban Magyarországon több mint 60 ezer ember hal meg. Ez nagyjából ugye egy városnyi embertömeg. Ez a halálok vezet a statisztikákban, és csak ezt követi például a daganatos megbetegedések, amelyben olyan 30 és 33 ezer ember hal meg Magyarországon. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a betegségek tulajdonképpen az életmódunkkal egy jelentős részük megelőzhető lenne. És a táplálkozásunk itt jön képbe, és a flavonoidok itt jönnek képbe, hiszen a növényi táplálékaink sajnos csekély mértékben vannak jelen a napi táplálkozásunk során, és ez, amiben egy kicsit változtatnunk kellene, sokkal több növényi táplálékot kellene fogyasztanunk. Tehát zöldséget, gyümölcsöt, ilyenekre gondolsz? Ha napi flavonoid, így van, ha napi flavonoid bevitelre gondolunk, akkor még azt a kutatások azt mutatják, hogy a vegetáriánus étrendet folytatók kezdik közelíteni azt a szintet, amelyben a vegetáriánus étrend során nagyjából megközelítik a napi szükséges flavonoid bevitelt. Most ez érthetően, tehát hogy akkor még kilóban, vagy mennyiségben hány alma, hány szőlő kellene, vagy mi az, amiben van egyáltalán flavonoid, tehát mindenféle zöldségben, gyümölcsben benne van, vagy van olyan, amit mondjuk ebből kiemelnél, és a magasabb szinten lehet akkor abban megtalálni, és mennyit együnk abból, hogyha csak mondjuk gyümölcsből szeretnénk, vagy zöldségből pótolni, vagy egészségesen tartani a szervezetünket, a vénáinkat. Az a helyzet, hogy és akkor először beszéljünk arról, hogy miben van flavonoid. Mm-hmm. Mindenféle növényben található valamilyen flavonoid, hiszen ezek a fotoszintézis során képződnek a növényeknek a főleg a terméseibe, tehát a magjában, növények, gyümölcsöknek például a magjában, a héjában található a legtöbb flavonoid. És mint ahogy említettem, fotoszintézis által keletkeznek ezek az anyagok. Általában színanyagok, tehát például a szilvának ezt a színét egy flavonoid okozza, vagy több flavonoid okozza. Tehát attól lesz ilyen szép sötét lila, egy ilyen kékes árnyalat, ez a flavonoid. Így van, így van. És azt még el kell, hogy mondjam, hogy ezek a flavonoidok tulajdonképpen növényi immunanyagok is. Tehát például a kékszülőben lévő resveratrol egy olyan, és most megint mondtam egy csúnya szót, resveratrol, ez egy polifenol, tulajdonképpen egy olyan védelmet biztosít a kékszülőnek, amely által képes megvédeni magát különféle organizmusoktól, gombáktól, baktériumoktól. De mi attól még megehetjük, tehát nekünk nem fog ártani. Nekünk nem fog ártani, sőt, bennünk is hasonló hatással bír, tehát minket is... Akár vírus és baktérium, vagy egyben gombölő hatást tud akkor kiváltani a szervezetünkben? Pontosan így van. A flavonoidoknak, ahogy említette, nagyon helyesen van egy
egy ilyen védő hatásuk, és ez csak egy tulajdonság egyébként, hogy például vírusellenes tulajdonsággal rendelkeznek, baktériumellenes tulajdonsággal rendelkeznek. Emellett, ami ennél sokkal fontosabb szerintem, mivel Magyarországon, ahogy említettem, nagyon sok ember hal meg szív- és érrendszeri betegségben, az érrendszerünket tartja karban, tehát az összes LDL koleszterin szintet képesek csökkenteni, nagyon drasztikusan képesek csökkenteni, illetve triglicerid szintet képesek csökkenteni. Ugye biztosan tudja ön is, hogy a szívérendszeri betegségeknek egy nagyon fontos kiinduló pontja a káros koleszterin, hiszen azok a lerakódások, amelyek az ereinkben több tíz év alatt felhalmozódnak, ezek aztán szépen lassan leválhatnak, és a vérrög végül is bárhol megállhat a szervezetben, sztrókot, szívrohamot, vagy akár tüdőembóliát okozva. Tehát borzasztó magas a kockázat. A kockázat annak, hogy elzsírosodik az érrendszerünk. És az érrendszerünket nem tudjuk kihúzni, sajnos, kicserélni. És kiöblíteni, vagy kimosni sem tudjuk. Pedig milyen jó volna. Ami az öblítésre jó, azok a flavonoidok. És hogy itt rátérünk a mennyiségre, ez egy nagyon fontos kérdés. Hát nagyon-nagyon sokat kellene fogyasztanunk zöldségből, gyümölcsökből, tehát például almából 8-10 kilónyit kellene megenni, ahhoz, naponta? Így van, sajnos az évek során lecsökkent az ásványanyag tartalmuk. Én erről hallottam, hogy ma már a gyümölcs, az alma sem olyan, mint ami mondjuk régen pontosan volt, nagyszüleink korában, hogy valóban akkor az idő múlásával a gyümölcsök tartalma, ásványanyag tartalma is akkor egy picit vissza-vissza-vissza húzódott? Így van, erre vannak kutatások is, illetve a vitamin tartalmuk is lecsökkent, így a flavonoid tartalmuk is. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen ki kell, hogy egészítsük az étrendünket olyan koncentrátumokkal, amelyben sok flavonoid van. A flavonoidok egyébként erősítik az immunrendszerünket, amellett, hogy ugye a szív- és érrendszeri betegségeket megelőzik. Én ezt mindig értem, meg már értjük a nézékét szerintem, de most, hogyha 8-10 kiló kell almából vagy szőlőből, azaz vagyok azért, hogy az nem egy reális mennyiség egy hétköznapi ember számára, hogy mindezt meg tudja vásárolni, meg hát el is tudja fogyasztani. De akkor mi az, amit tudunk tenni? Tehát, hogyha nem tudjuk megengedni magunknak, hogy 8 kiló szőlőt megegyünk egész nap, vagy egy gyűjtőhelyünkben, van-e olyan történés, ami hatóanyag szakértőként gondolom, hogy ezt kutatják akkor, hogy hogyan lehet mondjuk ezeket így összesűríteni, vagy mondjuk egy kisebb mennyiségben, egy deciliterben, vagy bármilyen mennyiségben, hogy be tudjuk vinni a szervezetünkbe. Látok egy különböző üvegeket, gondolom, ezek azért vannak itt, mert akkor ezekben vannak olyan dolgok, amik segítenek nekünk a flavonoidok fogyasztásában. Térjünk akkor ezekre rá, hogy tulajdonképpen akkor hogyan tudjuk bevinni úgy a szervezetünkben a flavonoidokat, hogy akkor ne kelljen 8 kiló szőlőt megennünk egy nap. Hát ezeknek a készítményeknek, igazából a készítmények előállításának van egy technológiája, amivel molekula szeparációs eljárással ezeket az anyagokat koncentrált formában bele lehet tenni ezekbe a készítményekbe, és tulajdonképpen ez azt okozza, hogy nagyjából egy ilyen 20-25-30 millilitert, hogyha elfogyasztunk ezekből a készítményekből, akkor azzal képesek vagyunk fedezni a napi flavonoid azok szükségletünket. Ebben a kis mérőkében mennyi van? Ez azt hiszem, hogy talán egy ilyen 25 millilitárnyi. Hogyha én most megiszom, akkor megvan a napi bevitelem, bevitele szükségletem, úgymond. Ez attól függ, hogy milyen a polifenol tartalma, összflavonoid és polifenol tartalma az adott készítménynek. Nem rossz ihat. Igen, egy ilyen száraz vörösborra hasonlít talán az íze. De nincs alkoholtartalma, hogy utassam ennek meg nincsen még most a, nincs alkoholtartalma. És hát vannak olyan készítmények, amelyek sokkal több összetevőt tartalmaznak. Ugye itt nem csak egy dolog a flavonoid mennyiség, hogy hány milligram per liter polifenol tartalmat viszünk be naponta. Egy másik nagyon fontos jelző, hogy hány fajta flavonoidot. Ugyanis említettem, ugye, hogy több ezerféle flavonoidot ismer a tudomány, és mindegyiknek van valamilyen speciális tulajdonsága. Van, amelyiknek egy, van, amelyiknek tíz. És vannak olyan flavonoidok, amelyek például a daganatok, ugye köztudott, hogy a daganatok is táplálják magukat érhálózatokon keresztül. Van olyan
több olyan flavonoid is van, így például a luteolin, hogy még egy flavonoidot említsek, amelyek meggátolják ezt az ereződést, vagyis valamilyen közvetett módon mégiscsak kiéheztetik a daganatokat. Hát akkor a ráknak szüksége van ugyanúgy oxigénre, tápanyagra, mint ahogy bármely más sejtünknek, szervezetünknek, és akkor a flavonoid meg tudja akkor azt tenni, hogy megakadályozza ennek az érnek a fejlődését, ami hozzá, ami ellátnát a daganatot mondjuk tápanyaggal. Nagyon jól mondja. Pontosan erről van szó, sőt van olyan flavonoid, amely a cukroknak a felvételét gátolja a daganat sejteknél. Ez nagyon fontos, hiszen a daganatok nagyon szeretik egyébként a cukrokat, főleg az egyszerű szénhidrátokat. Erről hallottam, hogy nagyon sok daganatos beteg nem is eszik egyáltalán cukrot, tehát akár egy folyadatot sem nyalán, mert hát, hogy akkor az előtt táplálja, akkor ennek van egy valós alapja? Van valós alapja, és van olyan flavonoid, amely képes erre. És van olyan flavonoid is, ami például a szilimarin, hogy még egyet említsek, röpködnek itt a különféle flavonoid nevek, amely a máj védelemben rendkívül erős. Több tízezer kutatás tanúskodik arról, hogy a flavonoidoknak, és ma már a tudomány ezt elismeri, rendkívül fontos élettani hatásai vannak. Például nem tudom, hogy tudta-e Katalin, hogy a japánoknál a japánok nagyon sokat dohányoznak. Tehát talán világviszonylag. És nagyon sokáig élnek. Ott a legtöbb százés fölötti ember. Így van, így van. És mégis a dohányzás ellenére, a nagymértékű dohányzás ellenére náluk a legkevesebb a tüdőrákos. Az hogy lehet? Tehát Magyarországon a legtöbb a tüdőrákos. Magyarországon pedig egy vezető halálok a daganatos betegségek között a tüdőrák, illetve a vastagbélrák, a melldaganata, hogy a hölgyekről is beszéljünk. Hát a kutatók egyébként a zöldteafogyasztásnak tudják be ezt a fajta védelmet, és több kutatást is indítottak, viszonylag nagy populációra, 69-70 ezres populációra vetítve, és azt találták, hogy minél több flavonoidot, minél több zöldteát fogyaszt napi szinten az egyén, mondjuk 3-6 deciliter, hogy számosítsuk is, amiről beszélünk, az elegendő védelmet nyújt arra, hogy ne legyünk daganatosok. Természetesen itt is vannak kivételek, de azért egy komoly védelmi mechanizmust jelentenek a flavonoidok, és itt nem csak a zöldteára kell koncentrálnunk, hanem nyilván az összpolifenolra kell koncentrálnunk, hiszen említettem, hogy például a resveratrolnak van egy Helicobacter pylori nevű baktérium, ugye, ami a gyomor és nyombér betegségeket okozza. Ezek ennek a baktériumnak a gátlásában nagyon erős, például a resveratrol. A baktérium szaporodásnak, hogy az életben maradását meg tudja akkor akadályozni? Pontosan így van. Ugye beszéltünk már erről, hogy baktérium ellenesek a flavonoidok, és emellett rengeteg olyan például antiallergén hatással rendelkeznek bizonyos flavonoidok. Ez ugye egyáltalán nem mindegy, főleg a mai világban. Igen, az allergia nyírbetegség. És egyáltalán gyulladást csökkentő hatással rendelkeznek. Tehát én azt mondom, hogy amikor antioxidáns hatásról beszélünk, akkor ez egy nagyon jó tulajdonsága a flavonoidoknak, és nagyon erős. Viszont ettől vannak sokkal érdekesebb és sokkal erősebb tulajdonságai ezeknek az anyagoknak, amelyekről tulajdonképpen hát tudományos kutatások eredményei szólnak. Igazából most már szólt nekem a kollégáim, hogy az utolsó 3 percnél tartunk. Foglaljuk akkor ezt szerintem a nézőink számára, hogy mit jelent az, hogy flavonoid, és mi az, amit erről nekik érdemes lenne tudni, amivel érdemes akkor most tulajdonképpen lezárni ezt a mai beszélgetésünket. Én azt gondolom, hogy azt kell, hogy megértsük, hogy a növényi táplálkozást kellene egy kicsit erősítenünk a napi táplálkozásunk során, és amellett mindenféleképpen szükségünk van arra, hogy pótoljuk a flavonoidokat az étrendünkben. Erre nincs más lehetőségünk, mint hogy koncentrált formában vegyük magunkhoz étrendkiegészítőkön keresztül, hiszen ezek természetes formában tartalmazzák, koncentrált formában tartalmazzák ezeket az anyagokat, amik az egészséges életünkhöz nélkülözhetetlenek. Bár az emberek eddig az ásványanyagokat és a C-vitamint, vitaminokat ismerték, azonban remélem, hogy aki megnézte ezt a műsort, az a flavonoidokkal is egy kicsit képbe került. Én ebben biztos vagyok. Mindenképpen meg kell, hogy értsük azt, hogy az életünk során
ahhoz, hogy tisztán tartsuk az érrendszerünket, és azokat a környezeti hatásokat meg tudjuk gátolni, amelyek érnek minket. Kipufogó gáz, káros UV-sugárzás, radioaktív sugárzás. Ezeknek a során annyi szabadgyökkel találkozunk, hogy muszáj valamilyen védőanyagot használnunk, és ebben a flavonoidok rendkívül erősek, amellett, hogy immunrendszer erősítőek, amikről már beszéltünk, a káros koleszterint képesek megkötni a szervezetben, csökkentik a koleszterin szintet, vérrögképződést gátló hatásuk van, tehát képesek a vérrögöt is feloldani az érrendszerünkben, és nem utolsó sorban daganatellenes hatásúak, angiogenezis gátlók, ugye ahogy említettem, ezt az ereződést képesek meggátolni a daganatoknál, sőt egyik-másik metasztázist gátló hatással is rendelkezik, tehát a már kialakult daganatoknál a daganatsejtek elterjedését képesek meggátolni a szervezetben. Akkor mondhatjuk azt, hogy a flavonoidok tulajdonképpen akkor az életünket segítő anyagok, tápanyagok, amiket a gyümölcsünkben, zöldségekben magunkhoz vehetünk, vagy ha erre nincs mód, akkor pedig el lehet fogyasztani hogyan mondta Árpád, hogy mik ezek pontosan? Étrendkiegészítők formájában akkor megtehetjük. Köszönöm, hogy ma este velünk volt, és szerintem nagyon sok hasznosat tanultunk ma öntől. Köszönöm szépen. A műsor támogatta a Slimbios Kft. A Flavin 77 forgalmazója.